Csak puszi-puszi, nem én vagyok az anyuszi lány. De jó, a habos kávé. Hallott mostan, 20 nap után. Ha mákos a fogam, akkor az azért van, mert mákos berlit ettem. Úgyhogy yesterday, nem szoktam használni hajszárítót. Csingilang, csing. Ez így fog megszáradni szobahőmérsékleten, úgyhogy ez bele fog tenni egy pár óra hosszába. Nem hajszárítozom a haja, mert akkor nem szárad meg szép süteményre. Csak ha így hagyom, beolajoztam, nyakon öntöttem magam olajjal, és ráér száradni a hajam. Na jó, kávézunk, kávézatok vele. Battáló, sziasztok! Ilyen a körmöm, karácsonyos a körmöm. Zöld, fenyőzöld, mikulás piros és baktáli testvéreim. Gyönyörű, nagyon tetszik. Szóval, szóval ilyen. Ja, milyen, ilyen baktálius, szép testvéreim. Ez a fenyőzöld nagyon durván tetszik. Most mostam olyat, az viszket a fejem. Vettem tapaszt, képzeljétek, vettem tapaszt. Ide a pattanásra, én már rá is tettem, van rajta tapaszt. Tök jó, áttetsző, átlátszó tapaszt. Ide nem tettem, mert kellett volna, várjátok, ide is tettem tapaszt. Olyan fajn, átlátszó. De jó. Ó, karácsonyi menü, szokásos. Ma most áll hajat, holnap köröm. Lesen nyeltem, most beszélni akartam, kijött a számból a kávé. Láttátok? Gabriella, én is pont most mostam meg. Te is? De jó! Na, én már nem mosom meg karácsonykor, így marad. 20 nap telt el, mire most megmostam a hajam. Ez 20 napos haj volt az én hajam. Pattanásra tapaszt.